most már javában zajlik a tökfesztivál, jól mondom a nevet. Rajmond, hogy értékeled? És már rengeteg ember jött ide, letették a tököket, mondhatnám, ez egy tök jó nap, egy tökéletes nap, tök jó, hogy vagyunk. Hogy látod, milyen az idei? Hát szerintem értékelnem nem is kell, magáért beszél, mennyi vidám arcot láztál is, ugye? És igen, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is végig mosolyogják a napot. Hétfő reggel, míg felszállsz a buszra, azt látod, hogy mindenki le van fagyva, le van merevedve, de még délután, amikor jönnek haza a munkából, akkor is ez van. Sajnos nem egy mosolygós nemzet vagyunk, de meglátják ezeket a csodaszép alkotásokat, ezeket a jópofa faragott tököket, akkor itt mindenki mosolyog, fényképeznek, szeretik, jól érzik magukat, úgyhogy ezen, hát... Nem tudom, észrevettem, hogy látod-e, hogy én beszélgettem itt emberekkel, nagyon sokféle korosztály van itt. Tehát a kicsiktől, egyébként mondhatom azt, hogy juniorig, sőt a tinikig, a 15, 16, 17 éves is faragott tököt. Abszolút. Hát ez tök jó dolog. És ha megnézed, hát a felnőttek is faragtak tököket, tehát itt nagyon komoly faragványok vannak, mert... Sziasztok! Mindjárt jövünk. Tegyétek le bárhova, és mindjárt jövünk segíteni. Úgyhogy persze, hát nagyon komoly munkák, és az a legjobb, amikor a család együtt faragja, ugye a felrajzolja a szülő, segít a gyerek, amit tud, két játék között, de kijönnek itt együtt, jól érzik magunkat, mindenkinek hoztunk ajándékot, kis édességet, cukorkát, halloweenos csokinyalókát, és mindenféle jó. Is volt, csokinyalóka is volt, úgyhogy örülnek. Kezdem meg egy fahéjas donakavis, de nem tudom addig enni, amíg beszélünk. Nem. Is egyet. Ugye viszont milyen érzés politikusként politizálás helyett itt lenni? Hát, nem jó? Hát oké, ez egy mélyebb téma lenne, de én nem tartom magam politikusnak. Vannak ezek a ilyen nyakkendőbe zárt, nem is mondom, hogy milyenek, mert hogy ez nem az a nap. Én nem tartom magam, én inkább közösséget szeretek építeni, nem annyira. Hát ez jó sikerült így ránézésre. Hát itt vagyunk a szülőfalumban. Hát most miért ne sikerült volna? Jó, persze, hogy jól sikerült. Hát Rajmond, én gratulálok neked is, meg a CV-nek is. És én a CV-nek is előbb mondtam, hogy milyen jó lenne ez a Kelenföld, vagy a Újbudának más pontjain is meghonosodnak. Akár. És egyszer azt mondanánk, hogy mindenhol van. Vagy csak mindenki idején, és ez lenne a faragó tök központja. Tök faragó központ. Viszont én biztatlak, hogy maradj, mert ahogy megy le a nap, ugye pont sötétedik, ezek olyan gyönyörűek lesznek, hogy eszméletlen. Úgyhogy marad még, és ott nagyon jó képeket készíteni, és esetleg még később tudunk beszélni. Oké, nagyon szépen köszönöm, és persze maradok, és meg fogom mutatni, milyenek a tökök, amikor ki vannak világítva a sötétben. Igen, én meg már eszem is a fahéjas donakavicsot. Köszi!